Egeresi Zoltán Törökország szakértő a vendégünk, a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát akkor értelemszerűen Törökországról beszélünk. Ami a, a, a téma e, hát időszerűségét illeti, ugye e, itt van a földközi tenger keleti területe, a gázmezők fölfedezése és a, ez kapcsolódó, ehhez kapcsolódó mindenféle demonstrációk a török hadiflotta fölvonulása, de megjelentek francia hajók, aztán a görögök is természetesen. Összecsapás nincs, hála Istennek, de azért gondoljuk meg, hogy mindez NATO tagországok között történik. És hát nagyon kétséges, hogy azok a vizek, amelyeket, amelyek alatt levő gázmezőket Törökország magának követeli, azok tényleg hozzátartoznak-e, vagy pedig mondjuk úgy legjobb esetben is vita tárgyai. Aztán a másik a líbiai szerepvállalás. A szíriai szerepvállalás az nem sikerült olyan jól, de úgy tűnik, hogy még nincs vége. Mi a helyzet az osztrák, illetve az orosz viszonylattal, és mi a helyzet a török-amerikai kapcsolattal, ami nagyon kiéleződött, bár a legutóbbi időkben csönd van körül, mintha valamiképpen nyugvó pontra jutottak volna. És hát Törökországon is, Törökországban is pusztít a vírus, és meglátjuk, hogy ez mennyire rongálta, vagy nem rongálta meg a népszerűségét, és egyáltalán hogyan áll mennyire stabil a rezsim. Kezdhetjük az a Tobival? Abszolút, így van. És ha megnézzük, hogy hogyan alakultak a számok, a koronavírusban megbetegedések száma az elmúlt... Hát fél éve, ugye március közepén volt az első megbetegedés hivatalosan, hivatalos megbetegedés az országban, akkor azóta azt láthatjuk, hogy nagyjából olyan 300 ezer főre kúszott föl a koronavírusan megbetegedettek száma, ami hát nyilván 85 milliós országban, mert mondhatjuk azt, hogy sok vagy kevés, de hogyha összevetjük mondjuk nyugat-európai, olasz, francia, spanyol, vagy éppen az amerikai példákkal, akkor azt is mondhatnánk, hogy igazából ott a török járványkezelés az, az nem szerepelt rosszul. Az más kérdés, és hogy nyilván ezt a számot nagyon sokan megkérdőjelezik, különösen az utóbbi hetekben, egy-két hónapban, és több ilyen orvos szervezet azt mondja, hogy jóval magasabbak a megbetegedések, még akkor is, hogyha a hivatalos adatokat, ugye a Török Egészségügyi Minisztérium, ez nagyjából napi 1000 -2000 fő közötti megbetegedéssel számol, vagy legalábbis ezt ismerik el. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Egy biztos, hogy egyenlőre azért olyan mérete, hatalmas méreteket nem öltött még a koronavírus járvány, mint, mint mondjuk az Egyesült Államok, vagy néhány nyugat-európai államban. És azt is kell látni, hogy egyébként a török vezető, vagy a török vezetés az, az, nagyon relatíve az első napoktól kezdve határozottan lépett föl a járvány ellen. Megpróbáltak már preventíve megakadályozni azt, hogy megjelenjen Törökországba, például ők relatíve korán le, me, leállították a kínai repülőjáratokat, lezárták az iráni, az iraki határt. Egyébként valószínűleg nyugat, nyugatról, tehát Európából jött be hozzájuk a vírus, de úgy tűnt, mint egy ideig, különösen március ugye közepéig, ahogy említettem, hogy Törökország megúszhatja, hiszen mint keletre, mint nyugatra, akkor már elég nagy komoly esetek voltak Iránba, Olaszországban. Mégsem történt így, viszont a török kormány rögtön távogtatás rendelt el, nem sokkal később, áprilistól, április közepétől kezdve kiárási tilalmakat hirdetett a nagyvárosokba. Igaz, hogy ez egy-egy hétvégre vonatkozott, de azért arra jó volt, hogy valamilyen szinten akadályozzák a vírus terjedését jelentősen korlátozták a nagyvárosok közötti közlekedést, és hát ezek mind oda vezettek, hogy uh, igazából nagyjából a nyár elejéig durván 200-250 ezer ember között állt meg ez a, vagy csúcsosodott ki a, a, megbetegedések száma. Úgy egyébként, hogy Törökországban, szintén hivatalos adatokat tudom mondani, relatíve alacsony a uh, koronavírusban elhunytaknak a száma, tehát pár ezer fő. De nem lehet, hogy azért is, mert egy fiatal társadalom Így van, éppen... ezt nagyon sokan mondják, hogy valószínűleg az <hül> is közrejátszik benne, hogy ha török átlag nézzük, az 32 és fél év. Oh, okay. A Igen. magyar az nagyjából tízzel több. Igen. Az olasz pedig egy hát durván 15-tel. Ez is mindenféleképpen közrejátszik. Másrészt pedig úgy tűnik, hogy a török egészség is legalábbis az első hónapokban az relatíve jól szerepelt, illetve építettek is a török államfő utasítására új kórházakat is arra az esetre, hogyha nőnének látványosan a, a koronavírusos megbetegedések, és ez az egész határozott fellépés, még akkor is, hogyha nyilván a kiárási tilalmat a török lakosság azért annyira nem szereti, itt azért zárójelesen jegyzem meg, hogy egyébként hozzá vannak szokva, tehát ez azért néha megtörtént Törökországban az elmúlt évtizedekben is. Um, népszerűség növekedés hoztak Recep perduánnak, és még a koronavírus járvány előtt elején a 40 százalék környékén állt az ő népszerűsége, ami egyébként nem rossz, ez májusra felkúszott 50 fölé, úgy, hogy több ellenzéki párti szavazó is azt mondta, hogy igen, itt a kormány, illetve Recep perduán jól és határozottan lépett föl. Az más kérdés, hogy ahogy majd megyünk előre az időben, és egyre inkább jelentkeznek a koronavírus járványnak a gazdasági hat hatásai, ugye a leállások miatti gazdaság visszaesés, ami nem csak attól függ, hogy Törökország, vagy a török vezetés hogyan kezeli ezt a gazdasági kihívást, hanem hogy ugye a Környező európai gazdasági-kereskedelmi partnereknek is nagyon rosszul megy. Tehát mindenhol van visszaesés. Igazából most az lesz nagy eredmény, és ez már látszik egyébként a török sajtónak, a, különösen a kormánypárti sajtónak a, a híradásain, hogy ha valamennyivel kevésbé csökkennek, mint, mint mondjuk a nyugat-európai partnerek, akkor azt már egyértelműen sikerként kell elfogadni. vagyis próbálják sikerként beállítani. Egy viszont hosszabb távon az, hogyha nincsen munka, ugye durván visszaesnek a bérek esetleg, az az, az azért nem lesz egy népszerűség növelő jelenség. Hát pláne ugye, hogy a vírus előtt már Törökország elkezdett gyengélkedni a török líra és a gazdaság. Én nem tudom megmondani, hogy miért, mivel nem volt ez összefüggésben azzal, hogy, hogy egy, hát egy ilyen meglehetősen diktatúrikus rendszer épült ki, mert a gazdaság ettől még tudott működni. A kapitalizmus nem föltétlenül utálja a diktatórikus viszonyokat, de valahogy mégis megtörtént és hát az a két rossz most találkozott valamiképpen. Így igaz, hát nagyjából az elmúlt öt évben uh, folyamatosan érték olyan csapások Törökországot, ami hát, különböző szektorokat vagy az egész gazdaságot negatívan érintették. Ez egy nagyon hosszú lista lenne, de csak néhány dolgot említenék, mert ugye voltak különböző terrortámadások. 2015-16-ban ez finoman szólva sem tett jót a turizmusnak. Volt egy jó pár hónapig tartó orosz. Uh, szankció hagyjára Törökország ellen, ami a mezőgazdaságtól kezdve a turizmuson át jó pár török céget érintett kellemetlenül. A pucs kísérlet sem volt egy olyan jelzés a nemzetközi gazdasági befektetők számára, hogy ide érdemes bemenni, ráadásul különböző hitelminősítők rontották le Törökország besorolását, ami alapvetően ugye hát nem éppen tőke vonzó hatással jár, hanem éppen ellenkezőleg, és nagyon sok külföldi tőke megindult kifelé indult meg az országból, ez szintén nehezíti a Törökországnak a helyzetét, és hát ezen kívül pedig voltak olyan valuta válságok, például 2018-ban, amikor ugye az amerikai Egyesült Államoknak a vezetése próbált, a, próbált nyomást gyakorolni Törökországra ugye egy lelkipásztónak a kiadatása ügyében, amikor azt láthatjuk, azt láthatjuk 18 augusztusában, hogy a lira az döbbenetes mértékben gyengült a dollárhoz és az euróhoz hoz képest, miatt a diplomáciai konfliktus miatt. Aztán visszapattan, de továbbra is ez a lejtmenet, mondhatjuk, hogy, hogy megmaradt, és nyilván azok a geopolitikai válságok, amelyek az elmúlt években zajlanak Törökország környezetében, gondoltuk itt a menekült válságra, ugye ennek az évnek a tavaszán és február-márciusában is láthattunk egy, egy, egy kisebb fajta krízist a görög-török határon, vagy pedig állandóan. Ugye Szíria, bevonulás, különböző harcok, ezek önmagában is és gyakorlatilag problémásá teszik Törökországot a nemzetközi befektetők szemébe, és hát nagyon sok török inkább úgy van vele, hogy a líráját dollára vagy euróra váltja, mert az a biztos, egy növekvős inflációs környezetben, illetve ö, egy folyamatosan gyengülő líránál, és valóban ez az év koronavírus járvány miatt, a gazdasági hatások miatt ezért rekordgyenge év eddig a líra számára. Összefügg ez valamiképpen, tehát a, a gazdasági nehézségek összefüggnek-e valamiképpen a, a, török jelenlét és katonai jelenlétnek a növekvő agresszivitásával? Itt ugye a földközi tenger keleti medencéjéről van szó, ezt már említettük, ahol Ciprustól északra folytak ezek a kutatások, a, a gázmezők föltárása, és hát nem nagyon mutatott hajlandóságot arra, hogy párbeszédet kezdjen bár a franciák, akik hát egyre inkább jelennek meg, ez nagyon érdekes módon Amerika helyett különféle pontokon, legutóbb ugye Makról-Libanonban, de itt a keleti medencében is, és alakulnak ki nagyon furcsa frontok, amiben egyiptom épp úgy szerepet játszik, mint Líbia, pedig az ember nem gondolná, hogy egy egyiptomnak köze van mondjuk egy ilyen keleti medencés történethez. Ez hogy alakult ki? Ez egy elég összetett és régóta húzódó probléma. Itt rögtön megemlíteném a ciprusi kérdést, ami most a jelenlegi vitával kevésbé jön elő, legkülönösen a görög-török relációban, most ezt kevésbé láttam a médiában, de egy biztos, hogy ez egy, ez egy alapvető probléma itt, a, itt az egész régióban. Ugye Ciprus jogállását illetően ugye az 1950-es, 50 es, 1950 -es 60-as években már komoly viták voltak, ugye 1960-ban lett független a Szigetország, ugye a brit koronagyarmat volt, viszont úgy lett független, hogy gyakorlatilag mint Törökország, mind Görögország beavatkozási jogot kapott, ami ugye kimondta az, az ország függetlenedésének kor elfogadott alkotmány, meg különböző szerződések, hogy tilos az országnak egyesülnie Görögországgal. Nyilván Törökországgal sem. Ugye a görög többség, ugye a lakosság nagyjából 20%-a volt török, hát inkább a, a görögökkel való egyesülés, vagy Görögországgal való egyesülés támogatta volna. Long Story Short 1974-ben volt egy puszt kísérlet Cipruson, aminek a keretében a, ezt görögök hajtották végre, aténi támogatással, ugye kimondták a füge, az egyesülést a, a, a görög anyaországgal, is erre hivatkozva a nemzetközi jogilag úgymond megengedett módon Törökország elfoglalta a sziget északi részét, egész pontosan 37%-át az egész szigetországnak, és ezután lezajlott egy hát, népességcsere. törökök akárhol is éltek, elmentek északra, az észak Területeken török megszállás alatt lévő görögök pedig elvándoroltak délre. Azóta minden mai napig a szigetnek a hát megosztottsága állandósult, nem sikerült egyesíteni, holott voltak próbálkozások. Ugye legutóbb pont Recep Tayyip miniszterelnöksége alatt 2003-ban volt erről egy népszavazás, és akkor a törökök nagyban támogatták, délén a török miniszterelnökkel, hogy egyesüljön a két sziget rész, viszont ekkor a görög ciprióták a népszavazáson erre nemet mondtak. Ezzel egyébként történelmi lehetőség oszlott semmi hogy ugye Ciprus EU csatlakozás előtt rendezzék ezt a kérdést, és azóta azt láthatjuk, ugye mint Ciprus, majd a sziget déli része, uniós tagként gyakorlatilag mindent vétózik, ami Törökországgal és kapcsolatosan, vagy különösen a, a, csatlakozási tárgyalásokat tudja hatékonyan akadályozni. Természetesen más államok is érdekeltek ebben, de ez egy de ciprus kérdése az mindenféleképpen egy nagyon jó apropót jelent arra, hogy a törökök még akár évtizedekig ne kerüljenek be az Európai Unióba. Most innentől kezdve, hogy a sziget státusza az nincsen rendezve, ugye az északi részén a törökök kikiáltottak egy köztársaságot, ezt csak Törökország ismeri el. Cserébe Törökország nem ismeri el államként a déli ciprusi államalakulatot, ami elhavetően megnehezíti a különböző tárgyalásokat, és hát onnantól kezdve, hogy a 2000-es évek közepétől elkezdtek itt a kelet mediterrániumi térségben, tehát Ciprustól délre, Egyiptom partvidékét, ugye északi tengerészen és Izrael előterében nagyobbnál nagyobb gázmezőket találni, ugye Izraelben a 2010-es évek környékén Leviatán gázmezőt, 2015 környékén Egyiptomhoz tartozó ilyen zor mezőt, ami több mint 800 milliárd köbméteres gázkészlettel rendelkezik, és a törököknek különösen fájó módon ugye a Ciprustól délre lévő, de úgymond ciprusi területen, tengeri területen három nagyobb gázmezőt is föltettek az utóbbi években, amire Törökország folyamatosan igyekezett úgymond asszertíven válaszolni, tehát egyrészt ő azt mondta, hogy ezek a területek legalábbis egy része, a, amit Ciprus magának vindikál, az, az eleve problémás, mert az Észak-Ciprusi török köztársaságnak, vagy az északciprusi törököknek is joguk van erre. Úgyhogy ha a jövőben is bármiféle kitermelés lesz, és jövedelem az nekik is jár, hiszen igazából egy szigetről beszélünk. Ezt a ciprusi görögök hát finoman szóval is elutasítják, de itt már föllépett egy állandó vita, és már 2010-es évek környékén azt láthatjuk, azt láthattuk, hogy törökök küldenek kutatóhajókat itt a török ciprusi tengeri övezetekbe. Vannak felvonulások, nagy erőkkel fejlesztik a haditengerészetet, az más kérdés, hogy ide még nem, mint amit most láthatunk, nem jutott ez a, ez a történet, ehhez azért kellettek újabb felfedezések, és az, hogy Törökország 2019 őszén megegyezzen a Tripoliban lévő líbiai egységkormányjal, és ők aláírjanak egy szerződést, amely keretében megegyeztek arról, hogy nekik van közös tengeri határuk, tehát Líbia és Törökország közötti közös tengeri határ, és ezzel gyakorlatilag mint Ciprus, mint Görögország által magukénak mindikált területek Tengeri területeket úgymond hódított meg, vagy foglalt el uh, Törökország. Cserébe azért, Tehát, hogy hogy van ez? Hát ez úgy néz ki. Hogy, hogy Líbia és Törökország közös határa van. Igen, tengeri, tengeri határ nem túl nagy, de arra pont elég, hogy hát elég nagy területeket maguknak uh, követeljenek. Uh, ugye, hogyha látványosan, ez a látványos változás főleg török részről látható, uh, ugye korábbi török tengeri területek, amiket a, fogalmazzunk úgy, hogy a görögök és a ciprusiak maguknak vindikáltak, és ugye amiből maradt, főleg a déltengeri török tengerpart rész, ugye Antália környékén, az nagyjából egy olyan, itt a földközi tengeren, az nagyjából egy olyan 50 ezer négyzetkilométer volt. Ugye tengeri területekről beszélünk, na most ezután, a szerződés után a törökök kiterjesztették ezt a területet közel 200 ezer négyzetkilométerre. Uh -huh. Tehát elég szép területfolás volt, hivatkozván arra, hogy igazából a, a ciprus és a görög tengeri határokat Törökország igazából nem ismeri el, hivatkozván arra, hogy az ENSZ tengeri jogi egyezményét, amit 1982-ben aláírt Ciprus is és Görögország, ezt Törökország nem tette meg. Tehát, hogy rá egy olyan nemzetközi jogi egyezmény, aminek keretében ugye Ciprus és, és Görögország hatalmas területeket, tengeri területeket követel magának, az nem, nem vonatkozik rá, hiszen ő ezt nem írt alá, és ugyanúgy egyébként van az égei tengeren is egy görög-török tengeri és légtérvita, amit mind a mai napig nem sikerült rendezni, és az előző évtizedekben, 1987-ben vagy 1996-ban már láthattunk nagyon komoly kvázi háborús helyzetet kialakulni a különböző tengeri befolyási övezetek, vagy éppen egy-egy kisebb szigetecske miatt a görögök és a törökök között, csak ezeket sikerült rendezni, és most ennek gyakorlatilag ennek a tengeri jogi vitának és érdekszféra vitának a legújabb fejezetét láthatjuk. A különbség az az előző közképes, hogy az jellemzően bilaterális alapon Görögország és Törökország között zajlott, most viszont az előző évtizedekben kialakult egy nagyon komoly szövetség, ami jellemzően Görögországot támogatja. Ugye eleve, hogyha abból indulunk ki, hogy ezek a nagy gázmező feltárások a 2010-es évek folyamán összehozták Izraelt, Ciprust és Egyiptomot, Görögország nagy támogatásával. Ez egy nagyon komoly energetikai blokk, ami egyre több gazdasági és akár katonai együttműködést is alájött az utóbbi években. Sőt, 2019 elején létrehoztak egy kelet mediterrámi gázfórum nevezetű platformot, amiben az említett országokon kívül például a Jordánia vagy a palesztin hatóság is csatlakozott, azért, hogy az itteni gázmezőket megfelelően tudják majd kitermeni, és hát valószínűleg európai piacra küldeni. És ar ez is szó, arról is szó van, hogy egy gázvezetéket építenének, és a keleti mezőkről vinnék az országon keresztül az európai piacra, ott kinyerhető több száz milliárd köbméternyi gázt, amiből a törökök úgy érzik nagyon jogosan, hogy őket kihagyták, Mind úgy, és teszem ezt hozzá, hogy úgy, hogy ők úgy vélik, hogy jóval nagyobb terület járna nekik, mint amit a görögök vagy a ciprusiak a a saját maguk által aláírt nemzetközi szerződésem a törököknek ö, meghagytak. Hm. Úgyhogy a török nem ezt szeretném hangsúlyozni, teljesen úgy van ezzel a jelenlegi helyzettel, hogy hogy egy ekkora ország, aminek ilyen hosszú tengerparti vonala van, ne legyen bezárva, hivatkozva arra, hogy görög, görögökhöz tartozik egy-két egy kisebb lakatlan sziget, ami a törökök pehére, csak pár kilométerre van, éppen Antályától, vagy, vagy Bodrumtól, vagy ettől az égei tengeri, fölközi tengeri megkikötő városoktól. Az egyik koalícióban nagyon sok tagja van, ugye Izrael, Egyiptom, Görögország. Hát, hogy ott van a palesztin hatóság, az inkább egy ilyen habatortácskán és itt tovább, de Törökország akkor egyedül van, tehát az ő egyetlen szövetséges a Líbia. Igen, azt látjuk ebben a vitában. És azért vannak ott katonai, alak, hogy... Há, igen, persze. Így van, tehát a tavalyi megállapodás, ami egyébként a katonai támogatás a tripoli kormánynak már jóval korábban elkezdődött, ezt formalizálták, és ugye 2020 elején ezért is küldtek török, illetve velük szövetséges szíriai ellenzéki, fogalmazók így szíriai ellenzéki csapatokat, akik egyébként az utó, nyár közepéig jelentős sikereket is elértek, és sikerült meg stabilizálni, vagy ha úgy tetszik, megmenteni a Tripoliban lévő kormányt a vele szemben. Amelyet egyébként az Unió támogat, tehát el. Igen, tehát nemzetközi közelében létve az Európai Uniót Tripolit ismeri el, vagy Tripoliban lévő kormányt. Ebből a szempontból a Törökország most a idézőre sem mondom a jó fiú. A, igen, a jó fiú ugye Szíriában pont olyan szereplőket támogatott, hogy támogat, akiket nem, nem nagyon ismer el senki. Uh, ugye teszi ezt Líbiában, uh, úgy, hogy a haftártábornok, aki ugye az ország keleti részéről próbálja a nyugati részt meghódítani, mögött egy elég komoly koalíció lakult ki, gondoljunk itt főleg Egyiptomra, Egyesült Arab Emirátusokra, akik hát nyilván emiatt is elég rossz viszonyba kerültek uh, Törökországgal, és ráadásul a franciák is uh, haftártábornokot uh, támogatják, így azon túlmenően, hogy a görög-ciprusi, török területi vagy gázvita, az már rögtön Európai Uniós és, és Görögország révén ugye NATO-s szinteket érint, azáltal, hogy Franciaország érdekszférájába is beléptek a törökök, ez elég erősen arra a felé tolta macron francia elnököt, hogy, hogy beavatkozzon a nyilván görögök és, és ciprusiak oldalán, és a törököknek az előrenyomulását, amennyire lehet próbálja visszaszorítani vagy megállítani, úgyhogy azt látjuk, hogy noha Erdogannak van egy nemzetközi jogilag elismert szövetségese Tripoliban. Igazából nem nagyon számíthat senki másra a földközi tenger keleti medencéjében. Úgy, hogy a görög-ciprusi, egyiptomi, izraeli koalíció vagy együttműködés mellé még olyan nagy hatalmak lépnek be, mint Franciaország, illetve újabban azt láthatjuk, hogy Olaszország is egyre inkább az Európai Uniós partnereivel együtt, együtt vagy őket támogatva lép fel. És akkor most egy ilyen padhelyzet lesz egész addig, amíg valaki nem csinál egy fúró tornyot, és, és a többi meg oda megy, hogy lerombolja? Hát most megindult a, ugye az utóbbi hónapokban elég látványosan látszik egy ilyen, egy ilyen tengerészeti adokkapok, tehát a vitatott területekre ugye, törökök jellemzően beküldenek különböző fúróhajókat vagy kutatóhajókat, hát jellemzően haditengerész, komoly haditengerészeti kísérettel, hogy el, riasszanak akármilyen görög, vagy éppen ciprusi, vagy bármilyen más um, akciót, hogy kiszorítsák ezeket a uh, kutatóhajókat. Ebből már voltak egyébként uh, kisebb nagyobb incidensek, ugye legutóbb uh, augusztus vége felé, amikor egy görög és egy török hadihajó ütközött össze majdnem. Um, Úgyhogy ez valószínűleg még folytatódni is fog. Az igazi kérdés az, hogy meg tudnak-e tudnak -e találni egy olyan platformot, ahol, ahol le tudnak ülni tárgyalni. Úgy tűnik jelenleg, hogy egyébként ez a NATO lesz. Köszönöm szépen. Hegeresi Zoltánnal a hírek után folytatjuk. Hegeresi Zoltán, Törökország szakértő van velünk. Említette, hogy, hogy a keleti medence, a földközi tenger keleti medencének a tartaléka a folytatott vitákban Törökország agresszívabb megjelenés a nemzeti érdekek védelme mögé, ugye az ellenzék is felsorakozott, tehát a, az elnöknek a népszerűsége igazából nőtt, és nyilvánvalóan ez egy megrodjan gazdasági körülmények között jól jön. De ezzel kapcsolatos -e az a hír, hogy hogy Erdogan egyre inkább a muszlim világ fő védnökének a szerepében jelenik meg. Ez ugye az elmúlt évszázadban mindig megtörtént, valaki ezt mindig eljátszotta, a kalifának a szerepét, ugye, ami önmagában azt jelenti, hogy csak hogy helyettes, tehát a profétának a helyettese. Ez egy valóságos cím volt a középkorban, aztán egyre inkább kiüresedett, és tulajdonképpen a attól függött a használata, vagy a az érvényessége, hogy ki mekkora hatalommal bír, és ugye a török birodalom volt utajára a legnagyobb ebben a térségben. Szóval ideológiailag van-e valami, amit exportálni akar Erdogan eladni, visszahozni, fundamentalistának lenni. Ezeket ugye mindig a múltból szeregetik elő ezeket a patronokat. Érdemes hát megnézni hogy ennek a kontextusának a feltárásához a török iszlamizmusnak a, a fejlődését. <hül> ugye Erdoğan a török iszlamista pártokban szocializálódott gyakorlatilag ifjúkora óta ezekben politizált. Ugye elég relatíve rövid történetük volt ezeknek a pártoknak, mert valamilyen pucs vagy alkotmánybírósági döntés után ezeket rendszeresen feloszlatták, és maga Erdogan is került börtönbe még a 90-es évek végén, hogy aztán pár év múlva egyébként már miniszterelnök lehessen. Utána már őzárosan börtönbe másokat. változik a hatalmi, Igen. hatalmi építkezés Törökországban is. A technikák azért bizonyosan pontból maradnak. Amit itt érdemes kiemelni, hogy ebben a török iszlamista fejlődésben, ugye ideológia alapon nagyon nagy szerepet kapott az oszmán birodalom ugye pont egy olyan entitás, amit Atatürk 1923-ban felszámolt, török köztársaság kikiáltásával, a, a szultánátus eltörésével, sőt a kalifa, kalifátusnak az eltörlésével is. Amit egyébként a, a, vallásos konzervatív értelmiség egy része, amelyek még később ugye iszlamista pártokban jelennek meg a 1960-as évektől kezdve, ezt nehezményezett is, nehezményeztek is. És azt láthatjuk, hogy ahogy ezek a pártok erősödnek 1980-as években, 1990-es években, úgy egyfajta muszlim világbeli vezető szerepnek a vindikálása az, az megjelenik az ő narratívájukban. Hatalmas ünnepségeket tartanak, különösen Erdogan isztambuli főpolgármestersége idején, ugye ekkor a városvezetés ezeket nagyban támogatja, olyan vallási felhangokkal, ami úgymond a szekuláris vétóhatalmak által uralt Törökországban hadsereg, alkotmánybíróság, közigazgatás jelentős Része, azért ez nem volt egy bevett történet, és ami 2002 után, egy, egy nyilván másra a formában, de mindenféleképpen államilag támogatva egyre inkább megerősödik, vagy egyre inkább e, csúcsra lesz járatva aminek van egy erős neoszmanista felhangja, és amelyben ugye a török vezető igyekszik magát a, a muszlim világnak a vezetőjeként beállítani. Az más kérdés, hogy ennek mekkora a valóság alapja, de mint politikai termék, az, hogy ahol vannak muszlimok, hogy a muszlimokat támadják, ott Törökország igyekszik föllépni, igyekszik segélyeket küldeni. Ez egy több évtizedes az iszlamista táborban meglévő gondolat, és amit a török kormány, Zélin Recep Tayyip Erdogánnal, nagyon jól projektál elsősorban a saját szavazó tábora felé. Tehát, hogyha ezért is láthattuk azt például, hogy az új zélandi mészárlás után oda küldték a török külügyminisztert, és felhasználták ezt az esetet a tavalyi helyhatósági választások kampányában is. Vagy amikor uh, uh, Myanmarba azt látjuk, hogy a rohingyákat egy muszlim népcsoport uh, üldöznek, akkor Törökország kiáll értük. Az más kérdés, hogy ennek a legfontosabb üzenete a saját szavazó bázisnak a, a, a támogatásának a megszerzése, nem mint hogy a Törökország olyan sokat tudott volna tenni effektíve a rohingyák érdekébe. És hasonló dolgokat láthatunk gyakorlatilag az egész muszlim világra vonatkozóan, és a török fejlesztési segélyezési ügynökség, ami még a 90-es években jött létre, de az AKP, tehát Erdogan uralma alatt meglehetősen nagy támogatásban részesült, egymás után hozza létre a külön különböző e, irodáit, egyébként nem csak muszlim országokban, de jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy e, ugye ezeket a fejlesztési projektek keretében, ahol lehet, a régi oszmán emlékeket újítsák föl, ugye részben, ugye ez, vagy különösen ez, ez a Balkára vonatkozik, amit egyébként oda odahaza nagyon jól elő lehet adni, hogy mi ezt a oszmán, iszlám vagy muszlim e, a, örökséget is e, megőrizzük, és amúgy ahol lehet, ott segítünk a különböző embereknek. Hát Mostárban különösen látható, nagyon sok mindent építettek újjá török pénzből, amit a jugoszláv időkben rombolt, de aztán most újra csináltak, nem is csúnyák egyébként, de szaglik róluk a politikai számítás, ez kétségtelen így van. Igen, és ahol lehet, a törökök igyekeznek úgy megjelenni, és ez főleg a Balkán, Balkánon így, mint a hegyi muszlim népeknek a, a, védelmezői. mivel az egy kicsit a paradox, hogy a, a kommunizmus összeomlása után a úgymond messze nem iszlamista török kormányzatok részéről jövő támogatást, a különböző államok, mondjuk Bulgária, Albánia, nagyon jó néven vett, tehát Bulgáriában a jelenlegi imám képzés, már évtizedek óta, tehát még Erdoğan előttől, az, az gyakorlatilag török irányít, törökország irányítása és részben törökországi pénzzel történik. Ráadásul a balkáni muszlim közösségeket, amelyek ugye alapvetően autonómak és a helyi rendszerint keresztény vezetők nem szólnak bele, vagy vezetés nem szól bele az ő szerveződésükbe, a sok esetben törökország támogatja pénzzel, koránnal, könyvekkel, teológiai képzésekkel, amit hát nyilván lehet kritizálni, hogy miért engednek be egy ilyen külső hatalmat ezekbe az országokba, de például a 2000-es években nagyon sok nyugati hatalom is úgy látja, hogy inkább a törökök jönnek be NATO tagállamként, mint a szaudiak. Igen. És úgy tűnik egyébként, hogy ebben a, ezen a téren a harcot a törökök nyerték. Igen. És ugyanígy a, igyekeztek a törökök megjelenni Közép-Ázsiába, aminek ugye a, a legfontosabb éke, a Gülen mozgalom volt, aki nem csak Közép-Ázsiában, de a Balkánon is, és az ő általuk hirdetett ilyen. Sufi uh, iskola rendszer, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy moderált uh, ideológia, és az által képített professzionális iskola rendszer, az nagyon sok embernek uh, nagyon a középosztályból nagyon vonzó volt, és rengetegen küldték oda az ezekbe az oktatási intézményekbe a gyerekeiket, ezzel jelentős helyi hatalmat is kiépítettek, amivel szemben egyébként, ugye különösen 2016-os pucskísérlet után, Törökország igyekszik harcolni, hát változó sikeren, de, de ez, egy, ez egy nagyon fontos politikai, ha nem a külpolitikai prioritás most ezekben a régiókba. De hogyha megnézzük azt, hogy Törökországnak a, 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 súlya hogyan változik, akkor azt láthatjuk, hogy a balkáni országokban, illetve Közép-Ázsiában, bizonyos kaukázusi országokban, itt főleg Azerbajdzsánra gondolok, azért alapvetően nő kulturálisan, történelmi identitásbeli nyelvi tényezők, nyelvű a hasonlóság, különösen ugye a közép török államok már ugye erre predestinálja ezt a történetet. Viszont az AKP-nak, vagy Erdőnek az a nagy projektje, hogy amit különösen Ahmed Davutólu külügyminisztersége idején láthattunk, ugye 2009-től 14-ig vagy 16-ig, ugye is le kellett mondani a miniszterelnöki pozíciójáról, hogy az arab világba szerezzenek jó pontokat. Nos, ez a projekt, noha úgy tűnt, hogy pár évig nagyon jól sikerült, nagyon jó irányban efelé mennek, az mostanában effektíven megbukott. Uh, ugye láthattuk azt, hogy 2009-ben miután összevesztek, vagy uh, ebben összeveszett izrael és, és gyakorlatilag a korábban jó viszonyt uh, sikerült befagyasztani. Egy hatalmas nyitás történt Szíria és más arab államok irány ami egész ugye 2011-ig így is zajlott, amikor megindult az arab tavasz, és egy olyan e, rendszerváltozási hullámot indított el, ami a török külpolitikát is kihívás elé állította. A török külpolitika úgy döntött, hogy mindenhol a muszlim testvériséget fogja támogatni, vagy legalábbis a vallásos csoportokat, tekintve, hogy a, ugye az AKP-nak, vagy különösen a vezetésnek is van egy iszlamista e, e, háttere. E, így esett a választásra a e, Morsi vezette... E, Iszlám testvér is ír Egyiptomba, így, így kezdték el támogatni a jellemzően vallásosabb csoportokat Szíriában. És úgy tűnt 2011-12-ben, hogy, hogy jól úrra tett a török vezetés, és ez hát egészen 2013-ig reménykedhettek abban, hogy ez, ez, valóban megerősíti a török pozíciókat, ám azonban ekkor különböző változások történtek, nevezetesen ugye egy hatalomátvétel Egyiptomba, ami a muszlim testvériségen gyakorlatilag teljesen kiiktatta a hatalomból, és amilyen jó és közeli volt a kapcsolat egyiptomi vezetéssel 2013 közepéig, annyira rossz lett most, és hát nyilván ez is egy, komoly tényező arra, hogy Egyiptom azóta is mindenhol beáll gyakorlatilag a török ellenes táborba, és hát azóta csak gyűjtögetik a, a konfliktus Gócokat, ugye most legújabban Líbiában, ahol Egyiptom pont a törökök által támogatott tábornak a ellenfelét segíti. És még sorolhatnánk. És Szíriában is azt lehetett látni, legkésőbb 2015-ben ezt a török vezetés belátta, hogy ott nem fogják tudni elérni annak a leváltását, miután megjöttek az oroszok és az az márnak a támogatása is állandósult és azóta a török taktika ott változott és ide inkább csak a kurdokra koncentrálnak, az, hogy az adott valahogy eltávolítsák a hatalomból, noha vannak még ilyen nyilatkozatok, ez igazából ö, lekerült a, a, a napi rendről és igyekeznek megegyezni valamilyen úton, módon, ha más nem, akkor háttér tárgyalásokon a oroszok által támogatott szír vezetéssel és nyilván ezek a változások alapvetően Törökországotnak a megítélését, a török politikai mozgásteret az meglehetősen szűkítették az egész arab világba. Különösen azután, hogy miután tehát a szíriai beavatkozás sem tett jót ebből a szempontból a török renoménak, de Líbiát illetően nagyon sokan úgy vannak vele az egész arab világba, hogy Törökország egyfajta agresszorként lép fel, és hát ebbe a táborba olyan tőkerős államok is csalakoznak, mint szaúd akivel különösen hát az utóbbi években romlott meg a vissza, miután Törökország gyakorlatilag megvédte Katart a, a szaudi katari konfliktusba, és egy katonai bázist hozott létre Katarba. Így gyakorlatilag nyert egy, hát egy, egy apró, de relatíve gazdag öbölmenti monarchiát és cserébe viszont jó pár állammal került diplomáciai konfliktusba. És akkor itt érdekességképpen jegyezném meg, hogy ez a katariszál szál viszont iszonyatosan felértékelődött Törökország számára, nem feltétlenül hadászatilag, hanem az utóbbi hónapokban, amik a gazdasági összeomlás elkerülés érdekében, a lírának a valamilyen mértékű stabilizálásnak az érdekében, hát rengeteg anyagi támogatást kapott Törökország a katariaktól. És ez valószínűleg a következő hónapokban, években is így fog maradni. Az már persze más kérdés, hogy a ö, olajmonarchia ezt meddig fogja tudni megtenni. Egyelőre politikailag szükségük van a két államnak szüksége van egymásra. Az más kérdés, hogy hogyan alakulnak majd a közel-keleti hatalmi konstellációk. Nézzük Európát. Itt a pucs körül, a pucs után nagyon sok konfliktus történt, és ugye itt a menekültek kérdésének a felhasználását napi szinten történt, ez most éppen nincs, vagy nem látjuk. Különösen Németországról van szó, rengeteg török él már a sokadik generáció, és igazából nagyon kevésre integrálódtak a német társadalomba, és hát gondolom erről elsősorban a német politikai elit tehet. Viszont sokszor jutott abba a stádiumba, hogy például meg kellett tiltaniuk a németeknek török nagygyűléseket stadionokban, vagy megakadályozták abban a török elnököt, hogy elmenjen és a kampányoljon. Gyakorlatilag a németországi török közösséget a saját belpolitikai és hát az Unióval szembeni céljaira felhasználva, ez egy ilyen nagyon nagy riasztó lövés volt az Unió számára, azt hiszem. De nem tudjuk, hogy a, a németországi törökség az mennyire vevő arra, hogy Ankarából irányítsák ez is egy nagyon komplikált kérdés, és eleve az, hogyha egy adott diaspora csoportnak az integrációjáról beszélünk, akkor rögtön azt kell definiálni, hogy hogyan látjuk azt, mi az integráció, integráció, vagy az integráltságnak az a foka, amire már azt mondjuk, hogy ez megfelelő. Hát, sokáig a multikulturalitás volt a a divat, mondjuk így, és Merkel mondta ezt talán a 2000-es évek elején, hogy na ennek vége van, mert olyan párhuzamos társadalmak épültek ki, amelyek nagyon kellemesen el voltak egy darabig más mellett, csak mivel egyik se tudott a másikról semmit, illetve mivel mondjuk a török párhuzamos társadalom konzervált olyan, olyan szokásokat, hogy az azt, hogy maradjon otthon, ne menjen dolgozni, és akkor gyakorlatilag egy ilyen középkorok léteztek ott egymás mellett, ez nem tett jót. Igen, viszont uh, itt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez a török diaspora is rendkívül uh, változatos, vagy, vagy uh, kevert. Uh -huh. Tehát vannak olyan uh csoportok A török diaszporán akik valóban ennyire konzervatívak, azonban messze uh, vagyunk attól, hogy az egész uh, török közösséget ilyennek tekintsük. Eleve például vannak olyan uh, ugye, törökországi valási kisebbségbe tartozó alevik síták, uh, akik oda uh, akik, haza... Akik nem ehhez tartozik a. Ők alevik, hát hasonló, de nem Igen, ez egy másik Igen, csoport. Igen. Uh, akik egyébként odahaza járdának egy nagy kritikusai, természetesen Németországban is, de például rájuk a legkevésbé jellemzők, például nagyon uh, nyugat szívvel isznak alkoholt is. Tehát az ő kulturális uh, uh, konstellációk sokkal közelebb áll, a németekhez, mint azt gondolnánk. És hogyha megnézzük ennek az egész történetnek például a török vagy török kormányzati sajtóban lévő oldalt, akkor azt láthatjuk, hogy ott megy a állandó iránkozás, hogy uh, a törökök asszimilálódnak. Uh, Egyre több a vegyes házasság, ugye a török gyerekek, vagy a török fiatalok már nem is nagyon beszélnek törökül. Uh, nyilván helyett inkább a németet használják. Úgyhogy nagyon, és a kurdokról még nem is beszéltem, hogy az ő státuszuk, az ő identitások, az ő lojalitásuk Törökország vagy Németország felé hogyan alakul, tehát ez egy, ez egy rendkívül összetett kérdés. És a számok szerint nézzük meg, akkor a törökök, vagy a török politikának a figyelme azért is sokat mondó, vagy azért is fontos, mert nagyjából ugye 3 fél milliósra tehető a németországi török közösség. Nagyon sokan már sokadi generációsok, más, és már nincsen e, e, török állampolgárságok, viszont 1,4 millió embernek van. Az ő állampolgárságuk az gyakorlatilag ugye megadja azt a lehetőséget, hogy ők szavazzanak oda-haza, tehát az ő mobilizációjuk az, az minden török pártnak egy nagyon fontos kérdés, különösen amikor a török államfő vagy a török párt csak 1-2 százalékkal nyeri meg a választásokat akkor néhány százer szavazat is nagyon számíthat. És ezért is volt az, hogy akkor az összes török párt, de különösen az AKP óriási energiát, tehát Árdóanak a pártja óriási energiát ölt bele abba, hogy az elmúlt években, vagy az elmúlt másfél évfizet létrehozza a külhoni, ugye jelesül németországi politikai szervezeteit, ez meg is történt, akik egyébként hát a török társ, ottani török egy részét tudják csak elérni, az más kérdés, hogy ez is akár több tízezer embert jelent, és ők azok, akik Erdoánt meghívják, hogy tartson választási beszédet a saját állampolgárainak. Nyilván azáltal, hogy ennyire sok török van, ugye ez egy alapvetően problémás együttérés jelent a németek számára, egy részük állampolgár, kisebb részük kettős állampolgár, de leve ott élnek sokan, így nyilván az, hogy török országból milyen politikai üzenet érkezik, milyen politikai vezető érkezik, az már rögtön német, vagy éppen holland, osztrák belpolitikai kérdés is lesz. És éppen ezért hát nem hagyhatja a német politikáit sem figyelmen kívül, hogy mi történik. Ráadásul, mivel ennyire beágyazott a török közösség Németországba, és az utóbbi években ennyire rossz lett Erdoánnak a sajtója, így nyilvánvalóan fokozottan figyel a német jobb és baloldal is arra, hogy éppen mit tesznek, és ezért is került sor arra, hogy ugye megtiltották azt, hogy Erdoğan az utóbbi években kampányt folytathasson Németországba. Úgy egyébként, hogy az előző években vagy évtizedben különösebb probléma nélkül megtehette azt. Tehát ez nem csak a török kisebbség vagy török diaszpolának a belső dinamikájától is függ, hanem a két ország közötti bilaterális kapcsolatoknak a, a mikéntjéről, ami egyre inkább átpolitizálódik a diaszpora jelenléte miatt. És még egy fontos dolog, hogy mennyire támogatja ez a diaszpora közösség a, a török államfőt, vagy a török államfő pártját. Azt láthatjuk, hogy azokban az államokban, ahol több százezeres, vagy akár milliós közösség van, ott jellemzően a ő kormánypártjára szavaznak. Viszont Ugye az 1,4 millió uh, ilyen választópolgáról, aki aki elmehetett szavazni, uh, annak nagyjából, hogy a legutóbbi választásokat nézzük, nagyjából a felem járul csak az urnákhoz. Tehát ezeknek az embereknek a fele mondhatjuk azt, idézőesen nyilván, hogy nem érdeklődik különösebben a török ügyek iránt, Viszont akik elmentek, azoknak nagyjából egy olyan 60 uk szavazott a török államfőnek a koalíció tehát nem feltétlenül csak rá vagy, a, vagy az ő pártjára. Ami egy elég jól mutatja, hogy mennyire átpolitizált és mennyire aktív ez a török közösség, de például nekem személy szerint van jó pár olyan török barátom, akik alapvetően nacionalista mezőben mozognak, viszont rendszeresen elmondják, amikor találkozunk, hogy az ő Hollandiában élő rokonaik, fiatalabb, de már éppen szavazókorú gyerekek, vagy fiatal a felnőttek, ők, ők egyáltalán nem érdeklődnek Törökország iránt, nem beszélnek törökül, vagy nem megfelelően beszélnek törökül. És ez fáj neki. És ez fáj neki, viszont nyilván az ő, mármint a Hollandiában élő rokonoknak az ottani integrációja valószínűleg az köszöni szépen, de halad előre. Vége van-e akkor gyakorlatilag annak a húz meg, erez meg sokat, hogy mondjam csak, megmézes, mondtagozott viszonynak, ami az Unió és Törökország között volt. Tehát itt a szakítás végleges, törökök megértették, hogy nem fogják őket fölvenni, és innentől már egy ilyen praktikus viszony alakul ki, vagy inkább egy ilyen ellenséges viszony, amit azonban gyakorlatilag az unió pénz, amit a menekültekért fizet, valamennyire ellentételez. Azt, hogy a mikor ébredtek rá, hogy nem lesz uniós csatlakozás, az egy nagyon jó kérdés. Gyakorlatilag ugye a 2005-ös csatlakozási tárgyalásokban megkezdése utáni, utána már egy évvel, amikor Ciprus gyakorlatilag befagyasztatott kilenc fejezetet, onnantól kezdve lehetett látni, hogy itt egy hamar nem ez csatlakozás. Azóta a inkább romlik, újabb és újabb válságok jönnek elő, viszont egyik fél sem fogja, ez legalábbis a közeljövőben biztosan nem, hivatalosan felmondani ezt a, ezt a tárgyalást, uh, mert az, hogy van egyfajta mechanizmus, ami összeköti a két felet, azért mindig jobb, mint hogyha még ez sem lenne. Uh -huh. Úgy, folyamatos, várhatóak lesznek konfrontációk, most legújabban ez a görög uh, ciprusi török uh, háromszögnek a vitáját láthatjuk, ahol az EU nyilvánvalóan a saját tagállamét fogja támogatni. Uh, viszont a feleket a jelenlegi helyzet arra fogja nyomni, hogy valamilyen kompromisszumra törekedjenek, illetve valami módusz vivendit megtaláljanak, és majd lehet, hogy ha a török belpolitika vagy a nemzetközi politika úgy alakul, hogy Törökországnak megint nagyon fontos lesz az Európai Uniós tagságnak a kérdése, akkor majd több kedvezményt vagy több reformot elfogadva egy újra életet fognak ebbe lehelni. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Egelesi Zoltán Törökország szakértő volt a vendég 9 és 10 óra között. Hölgyeim és uraim, köszönjük a négy órán keresztül tartó figyelmüket. Kovács Enveronika, Zsidai Péter, Ricsovics Kinga, Burger Lajos, Jávor Dénes és Szénási Sándor köszönjük a figyelmüket, minden jót!